Nem tudom, ki van jobban megértve, én vagy a hóvirág, de az a lényeg, hogy ő egyike annak a sajnos igencsak sok tengeri malacnak, aki örökbefogadó szülőkre, gondoskodókra vágyik. Kevesen tudják, de bizony húsvét után nem csak a megunt nyuszikat teszik ki, hanem a tengeri malacokat. Szerencsére, hála Istennek, vannak Magyarországon már tengeri malac mentők, védők is, önkéntesen persze. Most ismerjük meg adások végén őket. Átlagosan 20-25 cm hosszú, közel 1 kg súlyú tömör gyönyör. Sokaknak ezt jelenti a tengeri malac, aminek a nevével ellentétben rendszertanulag semmi köze a disznókhoz, sokkal inkább a nyulakhoz. A Dél-Amerikából származó háziállatok zöme Horváth Évához hasonló szerető gazdiknál köt ki, de sajnos nem mindegyik ilyen szerencsés. Az ő megmentésükre szövetkeztek 12-en néhány évvel ezelőtt, és alapították meg a Tengeri Malac Védők Egyesületét. Ez már itt egy kisebb fajta tengeri malac kisváros, nem? Igen, ez egy ilyen Wonderland. Úgyhogy ők így élnek itt. Heten, most éppen. A hétfős tengeri malac kolóniából több is akad, aki megjárta már a földi poklot, mielőtt ebbe a gondoskodó környezetbe került. Figyelem, megrázó történet következik. Sajnos van itt nálam egy másik olyan kis tengeri malac, akit például bezártak, leragasztották egy dobozba, és kidobták a kukába, majd elkerült a szeméttelepre, ahol egy guberáló megtalálta, és ő szólt egy arra járó hölgynek, aki szerencsére felvette velünk a kapcsolatot. És hát ő biztos pusztulásra volt ítélve, mert ugye étlen szomjan egy zárt dobozból nem tudott volna kijönni. Úgyhogy tele volt egyébként hatalmas, nagy, fekélyes sebekkel, röhös, atkás, mindenféle fertőzésekkel, le volt soványodva, úgyhogy annyira nem volt, hogy a fejét felemelje, úgyhogy nagy küzdelmek árán sikerült őt talpra állítani, aminek aztán az lett az eredménye, hogy én fogadtam őt örökbe, és most már a családunk is tagja. Cicero sorsáról is lehetne filozofálni. Ő még idézőjelben olcsón megúszta, csak megunta a gazdája és leadta. Ő nagyon különleges malac, tehát ő nagyon egyedi azzal, hogy ő nagyon emberhez szokott. És valahogy első pillanattól megvolt köztünk az összhang, és nem is volt kérdés, hogy őt örökbe fogom fogadni. Anikó és Éva szerint a legfontosabb, hogy az örökbefogadó gazdik felelősen viselkedjenek. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tényleg végig kell gondolni, hogy tudok-e róla gondoskodni, meg tudom-e teremteni a megfelelő feltételeket a tengeri malac tartáshoz. Van-e időm arra, hogy foglalkozzam velük? Tehát anyagilag állok-e úgy, hogyha beteg egy tengeri malac, el tudom vinni orvoshoz? Én azt gondolom, hogy ezt mindet végig kell gondolni, mielőtt állattartásba fogunk. Ficánkának mit javasolsz, mit ajánlasz a gazdájának? Miért érdemes őt örökbe fogadni? Hogy legyen már itt a reklámhelye? Hát azért, mert amint látszik, ő egy nagyon kiskezes kis bárány, retteltesen jól lehet vele tévét nézni például, és egyébként nagyon kiszófogadó. Majszol, persze, majszol, hogyha arról van szó. Úgyhogy ő egy ilyen igazai ölmalac, akit lehet babusgatni. Eddig egyébként már 569 tengeri malacnak volt úgymond malaca, és sikerült gazdikhoz juttatni, tudom meg Szalai Bálint elnöktől, aki jelenleg 69 olyan egyedet tudott a figyelmembe ajánlani, aki gazdára vár. Mi azt gondoljuk, hogy ha rossz helyről mentünk ilyen állatokat, akkor nem szeretnénk, hogy rosszabb helyre kerüljenek, vagy hasonló rossz helyre, mint mondjuk ahonnan elhoztuk őket, tehát mi nagyon felelősségteljesen keressük a gazdikat, minden hatodik ember lesz örökbefogadó nálunk, aki jelentkezik. És az öt az azért esik ki, mert mondjuk egyedül akarja tartani, vagy nem olyan körülmények között, ahogy mi szeretnénk, de nem is mi szeretnénk, hanem ahogy a malac szeretnénk tulajdonképpen.
De az állatmentés már önmaga egy olyan, hogy egy kicsit lelkileg feltölti az ember, állatokkal való foglalkozás. Ugye az emberben alapvetően van ez, hogy elszakadtunk a természettől, és szeretnénk valamennyire kötődni hozzá, ugye ezt vagy növényekbe, vagy állatokba éljük ki. Én úgy sejtem, hogy az állatbarátok nagy része ezt az önkéntes munkát szívvel, lélekkel csinálja. Tehát ez a plusz érzelmi töltet az, amiért mi csináljuk. Kedves nézőink, ennyi fért az önkéntesek mai adásába. Én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét, amelyre természetesen legközelebb kollégáimmal együtt egy hónap múlva újra számítok. A viszontlátásra!